Legutóbb nagyon morcos és dühös voltam ezzel az új affix-szal kapcsolatban, az Incorporire kapcsolatban, mert váratlanul ért, totál kiment a fejemből az, hogy még vannak affix-ok, amiket nem láthattunk a Season 2-ben, mármint így élesben. Ezért nagyon kellemetlen volt az egész szituáció, hogy ott vagyok evokerként, és nem tudok semmit se tenni azért, hogy így megoldjam ezt a problémát, mert itt van, hogy minden 45. másodpercben leszpónol a játék 0, 1 vagy 2 ilyen incorporilt, amivel hát kezdenünk kell valamit. Ők olyan cuccot tesznek ránk, olyan debuffot tesznek ránk, hogy csökkentik a damage-ünket és a heal-ünket 50%-kal és az stack-kel. Tehát, hogyha már egyszer ránk jött, már azt is érezni, de ha kétszer, azt aztán meg pláne, ha még tovább stack-kel, akkor pedig egyértelműen gyorsan meghalunk, tehát mindenféleképpen szakítani kell őket, illetve CC-znünk kell őket. Immunisak a sebzésre, tehát nem fogjuk őket kihozni például a poliból, meg semmi ilyesmiből, ezt ők nem érzik meg, szóval hogyha valakit bepolizol, nem kell amiatt izgulnod, hogy az AOE például kihozhatja belőle. Szóval legutóbb mondhatni, utaltam is rá, hogy több mint valószínű, hogy sírok ezen, krájolok, mert nem tudtam, hogy ezzel mit kéne csinálni, és írtatok nekem privátba, hogy van egy talent, amivel lehet CC-zni ezeket a mobokat, és itt van a lista, majd belinkelem nektek mindjárt, hogy ki mivel tud és mennyit tud tenni ehhez az affixhoz. Nem egyszerű, de hát ez hasonló, mint az, amikor robbantak a kis tűzgömbök, ami affix, hogyha jól emlékszem, még mindig bent van, csak változtattak rajta, hogy még több HP-juk legyen. Úgyhogy hát itt van. A DK-knak például nincsen megoldás erre az incorporére, és a warrioroknak sem nagyon. Tehát ők szakítani tudnak. És működik ez az intim dating shout. Szóval ők nem tudnak jól elbánni velük, viszont itt látjátok, hogy a priestnek 0 szekes a dolog, a mage-nek is, a warlocknak is, sámán is tud hexelni, druid is tud hibernétet tolni, a ciklont azt nem javasolják, ott van a rúgónak a blindja is, a hunternek is a scare beast, ott van a freezing trapje is, a demon hunternek az imprison, paladinnak a turn evil, a repentance. Szóval, hogy így egy csomó klassznak viszonylag könnyű helyzete van ezzel kapcsolatban. Nekem ez a sleepwalk kell, tehát úgy kell áttalentolnom magam, hogy ez így benne legyen a héten, hogyha mitig pluszozni akarok. Intim dating. Igen. Az van odaírva. Eskü az van odaírva. Hát direkt azért olvastam fel ilyen lassan, mert az volt odaírva. Amúgy én nem tudom, hogy hívják a warriornak azt a shoutját, de valószínűleg amúgy nem így. Most így rákeresek. Szóval itt van ez a kis lista, mindjárt berakom amúgy nektek. Intimidating, jól van. Jól van. Tudtam, hogy valami fura ezzel kapcsolatban. Na, amúgy beteszem nektek ide a linket, a VOD-ba pedig majd a kommentek között lesz. Let's go! Hadd szóljon. A mai cél? Megöljük Szarkaretet. Ha minden jól megy, ha találunk olyan rédet. Az intim datingnek több értelme van. Igen. Ha úristen, hát én lebukok itt, hogy offstream paladinnal játszottam, illetve nyomattam amúgy az Evokerrel is. Megcsináltam a heti küldit, jó pár workquestet is megcsináltam. Ja, meg upgrade-eltem az új cuccokat.
Szégyed magad! Úgyhogy ezekről lemaradtatok. Ezekről bizony lemaradtatok. Többek között felhúztam ezt a back-et 4.37-re. Ugye legutóbb, amikor láttatok játszani, akkor 4.18-4.19 körül voltam. Most már 4.21 vagyok. Itt van. Felhúztam ezt a back-et 4.37-re. A trinketet 4.17-ről, vagy 4.18-ra, nem tudom. Pontosan 4.37-re. Felhúztam a nadrágot is 4.37-re, illetve az övet is 4.37-re, mert ez nagyon zavart, hogy van ez a Flight Stone, és 2000-es kepen volt, és természetesen akkor vettem észre, hogy 2000-es kepen volt, amikor már kinyitottam mindent, ami adott volna Flight Stone-t. Szóval igazából csak az volt a cél, hogy ne legyek kepen, és csináltam egy kis pénzt még azzal, hogy eladtam itt a cuccokat, meg elhasználtam rengeteg ilyen Worms Shadow Flame Crest-et. Úgyhogy, ja, ezek voltak. Ezek voltak, amikről így nem tudtok, nem láttátok. Nekem a pala volt a ménem. Na, a terv a következő. A terv a következő, srácok. Ha szeretne valamelyikötök jönni egyébként normálozni, normál létet tolni, szarkaretet akarom leütni. Ez a terv. Last boss. Megyünk is. És gyorsan, ameddig még nem hívnak be, addig rákeresünk. Szarkaret, és akkor megtanuljuk a boss-t. Úristen, 13 perces videó? Na, ebben a videóban megtanítják nekünk, hogy hogyan kell a szarkaretet nyomni. Legutóbb ugye azért nem nyomtuk le, mert kifutottunk az időből, és mint kiderült, hogyha hamarabb tudom, hogy az Epic ingyenes játék a Death Stranding, ami már nekem megvolt, és végig is játszottam, akkor nyugodtan tudtuk volna tovább nyomni azzal a csapattal, akikkel voltunk. Hát most nyilván nehezebb lesz a szitu, de rajta leszek. Mindjárt megnézzük amúgy majd az Adventure Guide-ot is, meg rámegyünk. Ott nem bővült, meg már 6 perce írta ki. Jó, normál, tehát nagyon fontos, hogy normál. Na, és kaptunk egy decline-t is. Szia, Hangrave, összevasztok, srácok. 2-3-9-et, akkor oda sem megyünk. +4 plusz, azt írják. Only XP. Jó, bejoinolunk amúgy. Egy csomóan szarkar elterült állnak. Whisper about XP, azt írják. Only XP, azt mondják. Csak tapasztaltak mehetnek. Na jó. Meg kell néznünk itt a tapasztaltságot. 13 perces a videó, Jesus. Ja, normálra vannak ilyen elvárások. Glittering Surge. Oppressing Howl. Az a jó, hogy Sarkaret Draktir, szóval, hogy így nagyjából képbe leszünk a képességeivel. Nagyjából. Nyomja a disintegrétet ő is. Sokszor a nubok, akik le akarják magukat boostoltatni, azok hirdetnik. Az helyzet, hogy nekem nagyon kevés szerencsém voltam ugye eddig jó raid leaderhez. Általában a raid leaderek csak így vannak, beinvelgetik az embereket, és akkor let's go! De hogy mit kéne csinálni, hát igazából abban annyira, azzal kapcsolatban annyira nincsenek képben.
Na, bejoinolunk oda. Mondjuk az nem kell oda, hogy BL, azt a izéhez szoktam írni. Link Exp, azt mondják. EXP, mi az, hogy EXP? Azt gondolom az, hogy tapasztalattal jöjjenek az emberek. Azt mondja, legalább 9/9 normál legyél. Ok. Full clear. 4/9-es mythic lead. Hát amúgy nincs kedvem egy teljes raidet menni. Amúgy elképesztőek ezek az elvárások, chilles fanos klánt már alig találni, én valahogy nem találok. Minimum 14-es kulcsot üsse és HC raidek vannak minden casual klánnal is, igen. Azt mondják, hogy no alt, na tessék, de az a gond, hogy ez is most kezdődik. Azt mondja, ha meg tudom nevettetni, akkor tudok menni. Amúgy ha evokárál, ha hír vagy több esélyed van, hogy raidre hívnak, nem tudom. Mivel nem tudok vele healen, így... így ez nem releváns. Whisper about XP. De mit kell ilyenkor vajon suttogni rájuk? Na, ott. Azt mondjuk már 19 perce érdetik. Mindenki szarkarét előtt áll amúgy. Normál alt rán. Achievement, hogyha altal vagy, vagy belekérdeznek a taxba például. Aha. Hát, mindjárt kiderül. Jó hosszú basszus amúgy ez a fight. Igazi raid bosshoz méltó. Kettő, négy, nyolc. Ott egy evokár damage. Úgy érzem, srácok, hogy ez nagyon izé. Kettő, három, tizenkettő. Ez jó lát. Oda jó lenne bejutni. Kísírták, hogy healer kell nekik. Shit. Az helyzet, hogy úgy kéne bejutnunk, hogy ugye nem szarkaret előtt állnak az emberek, mert akkor nagyon nagy válogatás megy. Hanem elé, de nem sokkal elé, tehát például nem egy újat kéne nyomnunk. Mit jelent az, hogy VL? Az se jó amúgy, mert az is már megvan. Varlok, aha.
Jogos, jogos, jogos. Menjünk be oda? Azt mondta, hogy ez... Nagyon korára bemegyünk. Jó, ott csinálja a word bossokat. Várjatok amúgy. Beírjuk, hogy Aberus. Normál. Nem tudom, ez a csapat meddig fog menni. Hoppá, már meg is szombaltak. Ugye azért... Azért riszki ez a dolog. Azért riszki ez a dolog nagyon. Mert hogy simán lehet, hogy még az utolsó boss előtt kilépkednek. Rasok. Na nézzük. Beleszakítottunk. Itt ugye az a lényeg, hogy... Az a lényeg, hogy jó helyre vigyük a... lávát. DPS-ként. Help soak. És ebbe belálljanak a DPS-ek. Vagy éppen aki tud range-nek. És nem érhetnek össze ezek a cuccok. Én úgy látom, hogy sikerült összeérinteni. Azok ott összeérnek, nem? Nem azért fájt annyira a dolog? Persze nem vagyok szakértő ennek a... Az Instának ugye még csak egyszer voltam. Fire claims all. Szegény nagyon ostoba volt, melyik volt az? Spanul. Láttátok? Milyen kétségben volt első, hogy Úristen, most kaptam valamit ezzel, mit kéne csinálni? Jaj, nagyon vicces volt ezt látni. Majd én is ilyen leszek a szarkarétem. Jó, egy pillanatra megijedtem, hogy ez a srác is azt... Úristen! Ez a srác is azt hiszi, hogy ez is egy szókolni való. Helpsök. Jó. Lejárt az egyik CD-nk. Rosszul bántam vele. Kell csinálni egy gérdet és mehetnének a rének.
Ilyennel többet érdemeltek, srácok, hogy egy normális klánba menjetek, mint hogyha én most csinálnék egy klánt. Az off-tank meghalt. Hát... Na nézzük, klotty! Hoppá! Hoppá! Zenit, a cooling, a fluid, need. Perhaps there are fresh Jaradin outside that you can harvest. Nether, cuccos. I will not. I expected more. Én 9-et rolloltam, a Warrior 49-et. Perhaps Rathian will have the result. Hát ez kellemetlen. The Crucible awaits. Now is the time to stop Sarkarath. Ja, igen. Egy adott szintet könnyen megtalálni klánoknál, mint egy community klánba lenni, mert ott valószínűleg egy community klánba kevesebb sikert lehet elérni, főleg nálam, ahol nem mindig csak a WoW megy, mármint én ezt így gondolom. Ha mondjuk mindig a, tehát hogy csak a WoW-val foglalkoznék, akkor erre amúgy, tehát ilyet lehetne csinálni. Jónak tűnik amúgy ez a csapat egyelőre. Nem néztem meg, hogy milyen a tank, azt sem néztem meg, hogy milyen a hír, de egyelőre ügyesek a srácok. Most jön a bombás boss. Óvora nehéz streamer karriert építeni? Bármire lehet. Kérdés, hogy hogy csinálja valaki. Vagy hogy milyen kitartó. Overall-ban amúgy hatodik vagyok, tehát pont lecsúsztam a listáról. Egyik tank 417, másik 419 van healerünk, aki 425, másik aki 434, és van egy sámánunk, aki szintén 437. Wow. 434 és 437, bocsánat. Time to analyze your threshold for pain. Watch your step. And you adapt to new hazards. Jó, ölni kell majd itt az addokat, ugye? Studying your resilience to extreme temperatures. Kicsit fura helyen van az tankolva, nem? Golems, your assistance is required. Golem, most mondták, ez már az új játék. A golem. Ugye a bombákat, azokat valakinek el kell vinnie, általában a paladinok viszik boppal, vagy bubival, én nem tudom.
Knocking back. Your resilience to extreme temperatures. Jó, kapta szerencsére. Watch your step. És menekülni kell a... a tűz elől. Hát például ez elől. Így van. Kettő meg is haltak. Nem vették elég komolyan a tüzet. Watch your step to new hazards. Nem tudom amúgy ezzel mit lehet kezdeni, hogy ne nyomjak ennyi szer olyan gombot, amit nem kéne. Golems, your assistance is required. Golem. Watch your step to new hazards. Ó, basszus, itt van még egy golem. És akkor ilyenkor, ha meghal a golem, akkor a golemoknak a hullájával lehet leszerelni ezeket a csapdákat. Watch your step to new hazards. Looking back. Venni a keybindból. Hát attól még megnyomom. Ezzel az a gond, érted, hogy közel vannak egymáshoz a gombok, például a... Néha a game mellett rányomok az F-re is, ami a szakítás, tehát akkor ezek szerint lehet, hogy az nincs jó helyre berakva. Szóval, ja... nem rakhatom egymás mellé a gombokat, mert mi van, hogyha mellé nyomok. Húha. Az nagyon nagy baj. Watch your step to new hazards. Meg lesz ez. Kár, hogy ez priest meg shaman. Persze, Mastery, Transmogba. With that mewling wretch dealt with, I can now assist you. Enough at least to clear this lava and open the way to Sarkarath. Meg kell tenni oda is a szakítást. I am beginning to question the wisdom of all of this. As am I. Szávasz, Domestos. But we must stop Sarkarath. Jó, hát ez nem érdekel. Hold record 6 perc 25. Srácok, most ez 4 perc alatt lement, legutóbb meg 6 és fél percig csináltuk, tehát sokkal jobb a csapat. Most jön a legegyszerűbb boss, köp a boss, tűz lesz a földön, a tüzet meg fel kell szippantani. Ennyi. Amúgy valószínűleg nem csak ennyi, de ez a fontos. Ja, és itt könnyű meghalni. Géles ezt tudja tanúsítani. Köszi, köszi. Valaki 5 perces szünetet akar, de hát most jöttem. Most jöttem, ezek meg már szünetre akarnak menni. Ajaj, az a gond, hogy ez nagyon fájdalmas. Azt mondták, hogy a trash után el lehet menni szünetre, addig nem. Itt nagyon szigorú szabályzások vannak, srácok.
WC-re menni csak összehúzott farpofával szabad. Mert egyébként minusz DKP. Tényleg mit is jelent az, hogy IIRC? Már jó párszor láttam azt, de most így nem ugrik be. Úgy kell tolni, mint Cartman. Mutter! Hozd a rötyit! Na, mindjárt megnézzük. Most jön majd a boss. Ott megy, Magmarax. You have 5 minutes. Na. If I recall correctly, ha jól emlékszem. If I remember correctly, aha. Ó, oh. Oké. Okay. Szóval szereti az IRC. Van egy olyan érzésem, hogy jó csapatot fogtunk ki, hát milyen gyorsan ledaráltuk már amúgy a bosszokat. Leszünk le egy nagyon vicces tojt. Az Atomic Rekalibrátort. Én leszek most a Tauren Evoker. Vagy legyek gnom. Gnomot jobb szeretem. Ez most gnom vagy goblin? Ez most gnom. De, ja, hogy mehagnóm vagyok. Na, ez még jobb is, mint gondoltam. Addig közben le lehet szkennelni a csapatot. Első damage-ünk 434-es, második 431-es, van 421-es, ugye az én vagyok. 429-es, 428-as, 420-as, 423-as. Jó, már megy a redicsek, de hát még le se telt az 5 perc. Ezeknél a srácok már gyorsan telik az 5 perc. Még van 2 perc. Én még van 2 percünk. Szevasz, Tomi! Próbálok menni szarkarétre, de mindenkinek ilyen EXP, meg mit tudom én, linkek kellenek. Úgyhogy... az a tervem. Besonyolunk ezzel a csapattal szarkaréthez. 13 perces a videó, nem fogok ennyi mindent megjegyezni sajnos a videó alapján. Nézegettem az a helyzet, tudom, nem szántam rá elég időt, mondjuk most lehetne, mert van még 2,5 percünk, de hogy így esélytelenek látom a normára való bejutást az utolsó bossra, úgyhogy kellett keresnem egy olyan csapatot, aki jól halad, és el tudunk menni az utolsó bossra. Az már más kérdés, hogy úgy érzem, hogy jelenleg szerencsém van, mert mindenki úgy néz ki, hogy tudja, hogy mit kell csinálni. Itt nagyon halnak. Van ez a Void Blast. Én bízom abban, amit mondtak a srácok a Redditen, hogy igazából könnyebbek lettek a rédek. Abból a szempontból, hogy nem kell mindenhez szétadonoznod magad. Ha szétesik a csapat, akkor megpróbálok veled majd beállni. Oksa. Ti hogy haladtok?
Vagy ezen a héten még nem rédeltetek, gondolom. Ja, mondjuk csütörtök van. Jesus. Ma lesz este? Aha. Na, hajrá. Jó lótat. Van valami izé, fekete lyuk. Még van egy percünk. Nagyon mennek itt a ready check-ek. Tehát ilyen mind fragmentöket kell gyűjteni, tök menő. Ezt tetszik amúgy ennél a szarkeletes fájtnál. Break has ended. Itt hogy is van 8, 10 DPS-ünk van, 10 DPS-ünk. Hát gondolom páran afkoltak. Pedig nem. Ja, de. Itt van a Warrior, ő biztos afkolt. Amúgy nem is ezt kellett volna megnézni az overát, hanem a bosson. Fuck all 3 big AOS, then soak, azt mondják. Na hát akkor ezek szerint az én elképzelésem, hogy lefröcsköl, föl kell szívni, és mehet az agyatlan damolás, akkor mégse az van ennél a bossnál. Az egyik tank nem volt itt amúgy. Most már mindenki itt van. Ez egy 7 perces szünet volt. AOE incoming. Na, hogy ezekbe kell beleállni, aha. Én jól kiálltam belőle. Na, ezeket kell felszívni. Breath incoming. Itt most itt volt egy kis üres járat. AOE incoming. Aha, ott szókol valaki. Breath incoming. Knocking back. AOE incoming. Ah.
Breath incoming. Ez bajos. Ugye jönnek az újabb CD-k. AOE incoming. Target you. Breath incoming. Szóra volt, hogy elkasztoltam, amikor instant kasztos volt amúgy. A Living Flame. Bár lehet, hogy csak benéztem. Breath incoming. Ja, a fire damage-et kapunk. Minél több az a stack rajtunk. Knocking back. Impressive. Unfortunately, we cannot relish this victory. Sarkareth lies just below. Esen. Pedig ide akartam húzni a csapaton. De fura, felemeltem a kezem és a kalácska nem. Nem jött rám. Na, nagy sír. Ő ki volt a nagy sír? Szó nélkül lelépett. Nagy sír a 424-es healer volt. Szóval most kell egy healer. Addig tudjuk nézni még egyszer a Sarkareth guide-ot. Na, megnézzük egy hosszabb videót. Phase 1. Ja, hát a srác az magyaráz közben. Hát az a gond, ez feliratos kell. Gyorsan leírod? Oké, és köszi szépen, Tomi. Asztrális formációk helyezkedésére figyelni kell nagyon. Na nézzük, az micsoda. Na tehát úgy kezdődik. Igen. Megtörtént a pull. Van itt egy ilyenünk, hogy Glittering Surge. Amúgy megnézhetjük a... Megnézhetjük az Adventure Guide-ot. Ja, már Echo of Neltarion-nál vagyunk. Wow. Glittering Surge, igen. Ha Oppressing Howl van a playeren és úgy kapja meg a Glittering Surge-ot, akkor kapunk egy dazzledet. Szépen, szépen fogalmazva. Void Bomb. Void Surge-et okozó Void Bombok. Emptiness Between Stars. Az Emptiness Between Stars-zal kell robbantani a bombákat. P1 bele kell állni egyszer a sárkány bretjébe, hogy cleanseld magad. P1 végén le fog küldeni mindenkit egy másik platformot, össze lehet gyűjteni kisfehér fragmenteket, amik hészt adnak, úgy tudnak visszamenni, hogy...
Tudsz visszamenni a main platformon, felszeded a három nagy karikát. Lénykettőben, ha belállsz a touchline-be, akkor ugyanúgy le fogsz kerülni arra a másik platforma, erre akkor van szükség, ha felszed boss által. Ha felszeded a boss által kreált bombát. És mitől kell klinzelni magunkat majd? Tehát, hogy honnan tudom majd, hogy bele kell állni a sárkánynak a brettjébe? We have come to the end of your journey, champions. What do you mean? Where is Sarkareth? You were never leading us to Sarkareth. Always the clever one, Raffian. I cannot move! What are you? I am the Whisper in the Dark. I had hoped you would see the value of the gifts I offered, és ha lelök a, boss, akkor mögé be kell majd állni, látni fogom. They were designed to serve. We will never bow to you, deceiver. Hoppá. Dezrant, a Winglord Dezrant lecsapták. Ott a hullája. Parara, papa, parara. Be kell állni egy kő mögé. Ó, okes. Pa, parapa, papa, parapa. Köszi szépen az infót. Na, úgy néz ki, hogy nem jelentkezik hír. Hír, úgyhogy még várunk. Aha, tehát az Obressing Howl abba kell valószínűleg beleállnunk, hogy ugye lejöjjön a Glittering Surge. Ja. Ja, ja. Szóval a Glittering Surge kell leszedetnünk. Na nézzük, van erre példa itt a videóban. Nem, akkor ezt valószínűleg félreértettem. Mert hogyha azt látom amúgy, de lehet, hogy félreértem, itt van amúgy leírva. Hogy hol is van? Hát aki rajta van, ez az Oppressing Owl. És arra rányomja a Glittering Surge-ot, akkor kapunk egy ilyen Dazzled nevezetű képességet. 12 szekre le leszünk úgy stunolva. Na várjál, és itt fölöttem mit ír? Igen, ott van az Oppressing Owl-lel kezd, és megpróbálja megölni az embereket a Glittering Surge-el. Aha, és mi lehet annak a képességnek a neve, amit nyom, hogy leszedjük az Oppressing Owl-t?
Azt mondja, hogy... Searing Breath, a Searing Breath-tel le lehet szedni például. Meg a Mass Disintegrate-tel. Aha, csak a Glittering Surge. Aha, oké. Okay. Tehát van a Disintegrate és a Searing Breath. És akkor ezt gondolom úgy tolja, hogy bele tudunk állni. Okés. Köszi, köszi. 5, 4, 3, 2, 1. Your usefulness has ended. Target you. Run. Buried in rubble. Run out. Itt legutóbb, amikor voltam, akkor az emberek nem nagyon tudták, hogy hogyan kell bezárni azokat a portálokat. Az helyzet. Az utolsó fészben. Mortals, if death is what you seek, I shall grant it! Phase 2. Ja, látom, most már lehetne ahhozni. Nem tudom, mire. Ja, megvan közben, Tomi. AOE incoming. Target you. Megvannak a nevek közben. Your remains will scatter across the endless dark. Köszi szépen. AOE incoming. AOE incoming. Phase 3. Your pathetic resistance is no longer amusing. Embrace oblivion. Az gond. The hungering abyss opens. Most meg... Find shelter. Túl karán álltam bele. Na, ott maradt kettő. The hungering abyss opens. Target you.
szépen. Find shelter. Hát akartam menni, hogy az ott nem maradjon nyitva, de már nem volt rá idő. Na most mi lesz? Na végre. Hát nem tudom, azt hittem meg könyörögni kell. A tó miatt akartam. Ezt a cuccot valószínűleg szókolni kellett volna. Vagy nem tudom, de nagyon sok... ...hésztet buktam. Hát, mivel főbosszról van szó, nem ígérem, hogy elsőre meg lesz minden. De bízom a csapatban. Hajrá csapat, ti vagytok a legjobbak. Hajrá, hajrá. Ebbe csúnyán beleálltam. Mi rövid kombatú főbossz rég volt. Ennél hosszabb szokott lenni? Majd meglátjuk, mi? Szarkarét ott gyűjti a dolgokat. Hét:30 az Enrage timer. Ja. A 13 perces videó miatt azt hittem, hogy hosszabb lesz. Any rabbot, any questions? Nem
megkérdezte a líder, hogy van-e kérdés. 4.31. Ütötte már a 9/9 azt. Az lenne a kérdésem, ha meghalok, akkor instant kickálták, vagy majd, hogyha rezetel a fight? Ezen a kérdésem. Okay, then let's try. Az egyik healer nem ért rám. Szóval... Mass disintegrate, searing breath. Ez fontos. Jó. Fehér fragmenteket kell összegyűjteni a haste-t, és úgy tudunk felvenni, hogyha felszedjük a három nagy karikát. Oké. Okay. One. The sundered flame incoming. Will never serve! AoE incoming. Your resistance weakens. Na, és most kell ezt leszedetnünk magunkról valahogy. Breath incoming. Szerintem most leszedettük. A kérdés, hogy milyen áron. ezt így kellett csinálni, srácok. Mondjuk nyomadtam volna a def CD-ket. Bomb incoming. Breath incoming. Mert nem sebez ennyire nagyot. Aha. Oké. Okay. Ja, akkor oké. Okay. Void fracture van rajtam. Stack high. Teleport on you. Into the endless dark and despair. Within the scale of the universe. Ja, ja, már a phase 2 van. Na, most leszek meglőve nagyon. Watch your step. Bomb incoming. Void is mine to command. Jó, jó, jó. Most próbálom azt csinálni, amit a többiek. Aha. Igen, igen, tehát akik kapják ezt a fényt, az neki kell így beleszaladniuk. Gondolom én. Watch your step. Uha. Ez mennyire fáj, hogyha itt átszaladunk. Erre akkor van szükség, ha felszeded a boss által kreált bombát. Aha, tehát ha nem szedünk fel bombát, akkor nincsen gond. Phase 3. Stars fall
Damn you! Ja, meg kell vinni a bombát, aha. Aha. No jó. You will be cast into the void. Bomb incoming. Watch your feet. Aha, tehát azt kell levinni. Bomb on you. Ez-e? Burn in the light of a dying star. Oda kellett volna vinni a bombát? Valószínűleg amúgy oda. Hát jó, a csapatra robbantottam. Én azt akartam, hogy ne vigyem a bombát. De itt már nem volt. Hova levinni? Na nézzük közben. Piára beesnek le, át kell vinni a bombát a voidba és ott... De nem volt void! Esnek le a földre fehér dolgok, azokba kell beleállni. Uh-huh. Jó, megpróbálom megfigyelni. Nem tudom, most itt mi a terv a srácoknál. Hát ő meghalt. Fehér dolgokba kell. You cannot deny my rule. Burn in the light of a dying star. Watch your step. Ja, látom, fehér. Aha, tehát esne, tehát a lesz egy kis jelölés, és akkor arra kell ráállni, gondolom. Jaj, most már látom. Spanul nem bírta. Azt mondta, hogy neki ennyi elég volt. Jaj, megvan már, hogy mi bekerül. És akkor, hogyha benállok a bombába, az, akkor ezek szerint jó. Welcome to the Dragon Isles. Go in service. ...407-es hílára. Most úgy kell mennünk, hogy így. Igaz? Igen. Na, kilépett még valaki. De ő nem tudom, hogy ki lehetett. Kilépett egy orosz nevű. Hát az egyik az damage-elő volt, a másik pedig healer. Volt egy healer sámán. Nem, egy damage shaman. Akkor a damage shaman lépett ki, tehát most nincsen shamanunk. Jó.
Szóval, hogyha felveszem a bombát, benállok a sebzésnek tűnő cuccba, megvárom, amíg rámesik a cucc, és akkor mi történik olyankor? És arra próbáltam itt választ keresni a videóban. Ja, ott van, aha, látom. Void Fracture. Tehát eruptál a cucc, kivéve, hogyha beleállok ebbe az Emptiness Between Stars-ba. Meg kell venni, hogy felrobbanjon lent a bomba. Ja, tehát itt az volt a... Na de várjál, hogyha jön a Phase 3-ra újra bomba, akkor le kéne menni? És akkor úgy megyünk le? A Phase 3-ba hogy megyünk le? Szia, panda! Két fehér szellébe bele kell állni, aha. És akkor úgy köld le, akkor ezek szerint, okés. Oksám. Nem. Akkor félreértettem Tomit. Egy Surly 5 stack debuffot rak rá, 10 stackkel mész le. Aha, tehát akkor érdemes stackelni, mielőtt még felvenném a bombát, hogy lemenjek. AOE incoming. Your resistance weakens. Breath incoming. Szóval ilyen piros ízé a brátja. Szávasz Fumi Rossi. Nem lehet a dibál fáj, akkor fogok az ezzel rajtad a bomba. Oké. Target you. Próbáltam kihúzni, hogy... Breath incoming. Ne sebezz annyira a srácokat. Szevasz, megtéri. Power surges. The darkness bends to me. Stack high. Stack high. Teleport on you. Gaze into the endless dark and despair. Phase 2. Megvártam, hogy felrobbanjon, és most jöttem fel. Csak azt nem tudom, hogy amikor rám kerül, akkor bele kell állnom a... majd oda kell állnom a többiekhez. Watch your feet.
Szia, Fumi Rossi. Néptánc előadása lesz a lányodnak? Nice. The Abyss beckons. Watch your step. Bowman coming. Watch your step. My ascension. You will be cast into the void. Bowman coming. So much for your destiny. Watch your feet. Burn in the light of a dying star. Watch your step. Stack high. Ebből az Oblivionból túl sok stack van rajtam. Nem? Aha, és le is járt rólam. Na várjunk. Azt mondja, hogy adventure-gán. Hát elrontották a bombát. Void is mine to command. Bend to me and break. Azzal a dibáffal mész le 10 stacknél. Ám. 10 stacknél azonnal? You cannot deny my rule. Failure. As expected. Hárman kiléptek. Igen, és akkor ott nem kapsz sebzéslent. Aha, tehát akkor úgy kell felvenni, hogy már ilyen magas, tehát mit tudom én, hanyas stacknél érdemes felvenni bombát, hogy lemenjek. Ha meglátom, hogy jön egy bomba, akkor hanyas stacknél érdemes elgondolkodni. Na, az egyik damage-ünk a rugó nem bírta. Nem bírta a retripala se, és még valaki nem bírta, aki valószínűleg az egyik healer volt, így van. Aki felveszi az 10 stack-et, fel kell vegyen a hulló cuccokból, és lent felrobbantani a bombát. Felveszed a bombát, utána stackeled a debuffot addig. Aha. Aha. Ezek szerint az a cucc az magától is tölt az a debuff, vagy azt mondjátok, hogy beleállhattam abba a hulló swirlybe, vagy mibe? Lehet, hogy beleálltam abba a hulló swirlybe.
Na nézem közben itt, hogy kik mit hogyan csinálnak. Hon van a srácon? Ha a bomba fent robban, szerintem az is rak mindenkire sok stacket, aha. Na nézzük, face 3-at kell nézzük. Stage 3. Ja, közben írják, hogy a harmadik fészbe ne állj a boss elé. A tanknak mozgatnia kell Sarkarethet, hogyha lejön a bomba. Azt írják itt a srácok, hogy a tanknak arrébb kellett volna vinni a bombát, majd a bombától. Ha az asztrál formációk mögött álltunk. Igen, ez az, amikor a kő mögé kell állni, ez a Scourging Eternity. És ugye ezek a asztrál formációk, ezek robbannak föl és lögdösnek. Amikor a kő mögé belálltál, ott volt lila tócsa, abból kaptad. Aha. Ja, a harmadik fészben még a frontált is nyom a boss. Ez a Void slashes stackkel a tankokon, ha lejár, akkor megnyom egy Void Blastet. És ugye arra kell figyelni, azt mondják itt a raid leaderek, hogy figyelni kell arra, hogy ebben a frontál cone-ban csak a tank legyen, gondolom én. Azt írják amúgy, hogy elfordították folyamatosan. Csak ne állj a boss elé, lol. Ja, eszünk egy halat. Na. Közben jött egy 4-17-es healer. Igen, de ha megkapnád a boss karmást, akkor is le kell menni, vagy berobbansz, aha. Mert a boss karmás az ugyanolyan fájdalmas, mint a bomba ezek szerint. És az a, ami nem fájlent. Uh-huh. Vagy ott csak azért kell lemenni, hogy ne ölesse meg a tímet. Valószínűleg ott amúgy arra van szó, hogy ha megkapom a karmást, akkor menjek le, vagy ne halljon meg a tímet.
gondolom. Milyen izé, esernyője van valakinek? Lent immun vagy a sebzésre? Aha. Azért mész le, hogy ne lehess meg a rédet. Ja, akkor jól gondoltam, hogy karmolásnál azért menjünk le. Pam para pam 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 para pam pam. Hopp, jött még egy játékos. Egy warlock. 4.44-es warlock. Na van itt ígérje, kérem szépen. Na addig lehet, tudjuk tovább nézni a videót. Infinite Duress, na nézzük ez micsoda. Ja, a Mythic Trap-et azt mondtátok, csak én YouTube videót nézek. Ja, köszi, köszi. Ja, mert hogy ez másik nehézség lesz, gondolom én. Az Alszeg Heroikon van, ez az Infinite Duress. Gergő, köszi szépen a százassért, köszi, köszi. El kell pusztítani az aszteroidákat a bombával. Na nézzük. A Void bombot azt szókolni kell. Cosmic Scansion-nel jönnek le a cuccok. Scourging Eternity. Igen, ott el kell bújni. Embrace of Nothingness. Soak random player.
A nyilakat pedig dodzsolni kell. A bombával pedig ugye azzal kell lemenni, ja, ezekkel a szörlikkel. Te is pont most alod? Na, hajrá! Jaja, nézem Tomi, normált nézek. Jó. Minden egyes Cosmic Ascension után a boss kap 10% damage down buffot. Na nézzük. Phase 2. Dodzsolni kell a brátát. Jó. Na, az első Brettnél az egyes és a hármas clear-el, második nem meg a kettes. No. Your resistance weakens. Watch your feet. Breath incoming. So much for. Azt hiszem, túl sokat álltam bennem. Túl sokáig álltam a Breathben. Jaja. Nézem kellett volna a debuffot, hogy lejött-e rólam. Power surges. The darkness bends to me. Stack high. Stack high. Teleport on you. Darkness hides such delicious knowledge. Phase 2. Breath incoming. Watch your step. Void is mine to command. Azt írják, hogy nice, no waiting. Szia, Loretta! The abyss beckons. Watch your step. World.
Phase 3. Stars fall upon you! Watch your step. My ascension! Into the void. Bowman coming. You cannot deny my rule. Watch your feet. Burn in the light of a dying star. Watch your feet. Watch your step. Stack high. Stack high. So much for your destiny. Össze kellett volna szednem, így, hogy már volt rajtam 5, össze kellett volna szednem a 10-et és lemenni, nem? Az lett volna a jó döntés. Bend me and break. Ja. Ja. Void is mine to command. Gyere nyugodtan, Loretta. Mindenkit szívesen várunk. The sundered flame rises. Na most elkezdték blémálni a tankot. A tanga hibás, rossz fele fordította a bosst, azért haltunk meg. For the glory of the dragons, serve well. Kell-e healhetne? Nem tudom. Jelentkezz nyugodtan, hogyha szeretné jönni. Nem mentünk szókolni sem a végén az Embrace of Nothingness-t. Jaj, rossz fele megyünk? Aha, rossz fele megyünk. Megnézem, hogy 1-2-3 healerünk van jelenleg, szóval szerintem nem kell healer. Újjój, 10. voltam. Na benyomunk mindjárt egy fiárist. Hát igen, most már értem, hogy miért nem akarnak az emberek tapasztalatlanokkal szarkarétet ölni, mondjuk. Azért már hosszabb fejt, és több mindenre kell figyelni. Bowman coming. AOE incoming. Right.
Your resistance weakens. Target you. Breath incoming. Amikor így megkapom a disintegrétet, akkor, akkor attól még érdemes beleállni a breathben. Valószínűleg amúgy nem. Bomb incoming. Breath incoming. Ujj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 j
Még bíztam abban, hogy nincs akkora range-e ennek a Bratnak. My power surges! The darkness bends to me! Stack high. Stack high. Teleport on you. Gaze into the endless dark and despair. Phase 2. Breath incoming. Ezt a részt, amikor így lemegyünk, ezt... Amúgy ezt jól csinálom. Watch your step. Void is mine to command. Nem veszel fel Haze Buffot, pedig 10-ig lesztek kell. Azokat a kis fehér izéket vehetném fel, igaz? Watch your step. I will make the world real. Phase 3. Stars fall upon you. Watch your step. Witness my ascension. You will be cast into the void. Bowman coming. Jézus atya, úristen. Valószínűleg amúgy már ennyivel is le kéne mennünk. Kettővel is már valószínűleg már le kellett volna menni, nem? Watch your step. Nem néztem meg, hogy ez mennyit sebez. Nem vett fel senki bombát, és ott húzzált mindenkit. Aha. You cannot deny my rule. Azt mondják itt a chatten, osszanak ki embereket, akik csinálják a bombát, mert egyébként ez fog történni. You cannot deny my rule. Mm-hmm.
Mert azt mondta a Raid Leader még két rájjel ezelőtt, hogy amikor kérdezték, hogy mi legyen a bombával, aki látja, csinálja. Ezt mondták. Burn in the light of a dying star. Watch your step. Ez a fog azt jelenti, hogy majd más megcsinálja. Na, lelépett egy healer. Aki látja, csinálja, és hirtelen mindenki vak lett. Igen, igen. Az egyik tank is kilépett. Jó, még valaki kilépett, de jönnek is cserébe. Mondjuk lehet, hogy így akkor nem fogunk ölni. Na, addig nézegessük itt a feladatokat. Milyen feladataink vannak. Tehát én vagyok a DPS. Jó, így hagyott minket a Raid Leader, most nézem. Na, közben teljesen átalakul a csapat. Ez melóban se jó hozzáállás, hogy valaki csinálja meg, mert hirtelen mindenkiből senki lesz. Úgy gondolták itt a srácok, hogy ezt így kell intézni. P2-ben és a P3-ban a legtöbb ability, hogyha eltalál, akkor kapjuk ezt az Oblivion-t. Ami 32.000 sebzés. Srácok, hogyha kapunk ilyen Oblivion-t, akkor mit csináljak? Tehát, hogyha ha eltalálnak bármivel is, és lesz rajtam egy vagy kettő stack is akár, akkor mit csináljak? Menjek gyorsan le? Úgyhogy nyomok dev cd-ket? Néztekik semmit. Jó. És hogyha néztekem lesz? 4 fölött meg menjek le. Így van. Ha elérjük a 10-et, akkor visszaküldenek az Emptiness Between Stars-ba. Tehát ugye az van, hogy leteszi a bombát, felveszed, és szókolni kell. Nézzük csak még egyszer. Na, még nem lett meg a kill. Valószínűleg az a gond, hogy nem vagyok ott. Így van. Géles, ha itt lenné, már rég meg lenne. De hát nem vagy itt. Na, szóval. Void bomb. Leteszi, ott van. És robban, egészen addig, ameddig fel nem veszik. Huszek után a bomba pedig felrobban és megöli a Raidet. Jó, oké. Megpróbálom amúgy a bombát csinálni. Mit szóltok? Megpróbálok bombázni.
Jézusom, mi történik itt a csapattal? Ha meghalsz a bombával, akkor is berobban. De mindenféleképpen le kell menni. Jó, jó, jó. És akkor úgy csináljuk, felvesszük a bombát, megütetjük magunkat kétszer a lehulló cuccal, és akkor felrobbantjuk lent. Jó. Ezt csinálhatom akkor, nem? Tehát ez egy hasznos szerep, hogyha ezt csinálom. Megpróbálom csinálni. Most más formációval próbálják megcsinálni, ugye most más a líder. Loretta. Aztán milyen oroszlán van itt, srácok. Tájván. Nyomunk egy kis pettingelést. Konkrétan megnyaltuk az oroszlánt. Mi a neve a grupnak? Sarkarát 2/3/10. Szóval ezek szerint meg vagyunk. Mit tévesz, valami modolt vod? Nézd meg. Hogy habzsolja. Ez egy kutya, most látom, nem is oroszlán. Na, valamit kell nyomnunk. Hát a staffot megbajazhatjuk még egyszer, igaz, 20, hát nem bajazzuk még most. Modolt volt, igen, ebbe itt már így pettingelni lehet a kutyákat. Szóval új grupunk van. All need legendary, ja, mert amúgy legendary is van. Én ezt a legendaryt nem néztem meg, srácok. Hogy most az hogy lehet megszerezni. Nekem jelenleg csak annyi a cél, hogy meghalljon Sarkarét. A Fist Weapon? Bullshit? Nem néztem meg. Azt írja Hubusán, hogy ő már Day One megölte. Oda néz. Már mennek is itt a dolgok. Arrébb is rakom az egeret. 5, 4, 3, 2. His powers are bomb mine incoming. To command! AOE incoming. Bend to me. Your resistance weakens. Breath incoming. Nagyban figyeltem a debuffot, hogy mi újság. A raid leaderünk meghalt. Ez egy gyengébb grup, mert rajta vagyok a top listán. Második vagyok. Határozottan egy gyengébb grup.
Te már háromszor ölted? Nice. Nice, Chris. My power surges. Such potent energy here for those strong stack enough high to seize it. Stack high. Teleport on you. Darkness hides such delicious knowledge. Phase 2. Breath incoming. Watch your step. Bomb incoming. Void is mine to command. Ne, lejárt. Lejárt a hészt. Most már nem is jó ez a játék. The Abyss beckons. Watch your step. Most még nem intézzük a bombát, majd a harmadik körben. Bár már valószínűleg most is négyes stack-en vagyunk. Father, grant me your strength. Ötös stack. Az mondjuk már annyira nem jó. Stars fall upon. Na majd most. Watch your step. Az a szókolni kell, nem? Watch your feet. Jaj, basszus, és elvitték a bombát. Burn in the light of a dying star. Watch your step. Valaki itt lerepült. Na, bombával le akarunk menni. Jézus. Célom az, hogy lemegyünk a bombával. Jó. Na, látom, hogy mibe kaptam a stack-et. El kéne onnan menni, hogy ne előtte álljunk. Na, jöhet. Watch your feet. Bomb on you. Most mi van? Stack high. Teleport your on you. Your bodies will linger in the nothing beyond stars. Azt hiszem, most jó voltam. Watch your step.
Csak olyan lassan jöttek rám ezek az utcok, nem? Mármint a stack olyan lassan jött rám. Target you. Watch your step. Witness my ascension! Oh. You will be cast into the void. Van egy kör, amivel... amit szókolni kell. És van egy kör, amivel meg ki kell futni, aha. Burn in the light of a dying star. Watch your step. Ujjjjj. Jaj, bakker, hát azért fújt a szél, hogy beálljak a izé mögé. Francba. Jó, de még jönni kell párszor. Függetlenül attól, hogy most ez meg lesz-e, vagy sem. You cannot deny my rule. 4,5%. Failure. As expected. Jaj, azt ott nagyon benéztem, fújt a szél, azt így voltam, mint hogyha minden jó. Aspects watch over you. Francba. Durva, hogy gyengébb egyébként a csapat, de csinálják a dolgot. Mármint úgy gyengébb, hogy damage-be gyengébb. Na nézzük. Jó, az még maradhat. Nyomni kell egy fiárist. Ja, ott volt rajtunk, jól van. Bowman coming. Annihilation. AOE incoming. Your resistance weakens. Breath incoming. Pozícionálás miatt kiesett egy kis damage.
Bowman coming. Breath incoming. Watch your feet. Watch your feet. Target you. AOE incoming. Power surges. The darkness bends to me. Stack high. Stack high. Teleport darkness on you. Darkness hides such delicious knowledge. Phase 2. Breath incoming. Watch your step. Boom, beleugrottam. Watch your feet. Breath incoming. Watch your step. Father, grant me your strength. Phase 3. Stars fall upon you. Watch your step. My ascension. No, bassus. You will be cast into the void. Bowman coming. Watch your feet. Bomb on you. Watch your feet. Burn in the light of a dying. Teleport your on bodies you. Bodies will linger. Watch your step. In the nothing beyond stars. Watch your step. Witness my ascension! Void is mine to command. Watch your feet. Watch your feet. Bomb on you. Stack high. Teleport darkness on you. Darkness hides such delicious knowledge. Hi. Watch your step.
Bend to me. Stack. You will be cast into the void. De ezt nem szókolni kell a Black Hole-t? Most megnézem. Void is mine to command. Srácok. Én azt látom, hogy kiszaladjálnak az emberek a Black Hole-al. Én most miért nem voltam jó a húzom? 7%. Meg kellett volna állni a pugra, ne várd meg, hogy ők fussanak rám. Jó. Ja, én azt látom, hogy itt az emberek kiszaladgálnak. Azért futottam ki. Feels as though it is haste mastery. Somewhere beyond. Hát ez item levelbe jó. Raw, dark energy. 95-öt trolloltam, ez még lehet az enyém. Sarkareth lost himself to his pursuit of power. Now enyém is lett. Ja, item level miatt jó, igen, igen. The fate of all who pursue his legacy. Meg kellett volna állni a pugra, mert inkább meghaltak vele, vagy immunolták. Értem. Már értem, hogy akkor miért szaladtak ki. Jaj, cipellő! I was your loyal soldier, father. Did I not uphold your legacy? Was it all just an illusion? Illusion? Sora márba vagyunk? Needing us only to oblivion. Yeah. Hát igen. Meglát. De azért, hát azért, ide még jönni kell. Ide még bizony jönni kell. Az a helyzet, hogy 16:42 van, tehát itt most már nem nagyon fér bele. Még egy mitik sajna. Meg úgy semmi. Ja, amúgy megcsináltam az 5 random heroikot tegnap. Esett egy nadrág. Úgy esett nadrág, hogy itt most már volt egy hero nacink. És esett egy gagyi, egy nagyon gagyi nadrág. Úgyhogy sajnos az ment a kukába. De legalább most lett egy upgrade-ünk. Nézzük mennyi. Our flight has much to offer. Legendary nem esett. Ahhoz kéne a küldés, nem? Nem, nem vágom. Szóval planes, breeze. 7:49, jó. Hoppá, ennek az ára közben lejjebb ment. Találtam egy receptet is, egy ilyen receptet, ami 33 000-et ért. Szóval megmondom őszintén, nem néztem utána amúgy a Legendary-nak. De azt gondolom kéne valami quest is. Na hát
amire van idő, az az, hogy questeket csinálunk a hátralévő időben. És mutatok nektek egy tök menő dolgot. Eredetén láttam. Remélem megtalálom. Egy csónakot fogunk keresni. Az úrspan alján. Hát tudjátok miről van szó, nyugodtan spoilerezhettek, amúgy ez most nem olyan. Egy kis csónakot, mint sem hajót keresünk. Nem vágjátok? Nem tudom időben ez mennyit segít, de talán akkor segít, hogyha az úspannak itt a jobb oldali részén vagytok valahol errefele, akkor talán időt tudtok megspórolni azzal, hogy a Brackenheit hálóhoz eljussatok. Szóval egy kis csónak a parton. Hol lehet part? Itt, itt lent. Vagy ott lent. Az. Ott lehet. Nem, itt nincsen, itt határozottan nincsen. Körülnézek erre, hát ha itt van. Lehet el kellett volna mentenem amúgy. Ez lenne az? Na, akkor ez az. Szóval itt, ha itt vagytok ennek a körzetébe, akkor tudtok csinálni egy ilyet. És akkor ide kerültök. Egy kis érdekesség. Nekem tetszett. Nekem ez rohadtul tetszett, én szeretem ezeket a dolgokat így a játékban. Ez is olyan érdekesség, legalábbis nekem, mint hogy profokkal meg klasszokkal lehet extrákat szerezni a dungeonokban. Jó, oda kell mennünk a végét explorációhoz. Tetszett amúgy ez a rédelés így, hogy tök jó volt a csapat. Most az nyilván más kérdés, hogy Sarkarat azért nem olyan egyszerű, mint a többi. De így ezt tetszett. El tudnám viselni, hogy mondjuk szerre megcsináljuk a 8 mitiket, 8 mitik pluszt, csütörtökön pedig pereg a rédelés. Mindjárt följebb megyünk, csak elszúrtam a suhanást.
111 Kentaur Hunting trofim van, ami készen áll arra, hogy trédeljünk. Egy jó lét kell hozzá, hogy irányítsagot. Ja. Az olyan ritka basszus, így a az eddigi tapasztalatok alapján. Show me your hands. Manuscript. New manuscript. Farewell then. Aha, lehetne venni egy ilyet. 20 000-ből. Lehetne venni egy olyat is. A Companionhoz kell ilyen Tailstrider sinev. Meg ilyen Resilient Leather. Az meg 19-es renomé, aha. Tuft of Primal Wool. Hát nem tudom, én nem akarok ilyet. Olyat sem válasznak, nem tetszik. See you soon. Mama says my tusks will be bigger than a mammoth. Na, még az iskrásokhoz is el kell mennünk, igaz, hogy onnan jöttünk. Na, még mindig vannak. Még mindig akarnak valamit. Jól láttam? Ennyi volt? Aha. Persze. Az a helyzet, nem nagyon csináltam ezeket a questeket, úgyhogy csak úgy jönnek utánam. Mindenféle feladattal. Az a mai végétes cucc lesz. Ja. Have a good one. Keep those irons in the fire. Forbidden Reach-es. Have a good one. Igen. Keep those irons in the fire. Persze, mindenhova akarom. Jó, ennyit tudunk. Hármat. Itt van közben egy birdfest. Come fly with us. Megpróbáljuk megcsinálni a reverse részt. Ezeket a reverse-öket is szeretem amúgy, csak volt tegnap egy nehéz. Nicely done. You and your Drake are exceptional. Oh. Na, ez másfél másodperccel jobb lett a Goldnál, úgyhogy ezzel meg is vagyunk. Ez szerencsés volt. Na. I could use your expertise. I have answers if you have questions. El kell mennünk a Sealed Doorhoz, Tadrasusba, és beszélnünk kell Nae Idával. There's magic in discovery. Szevasz, Boci Junior. Jézusom, mennyi quest van amúgy itt. Rare enemy-ket kell lecsapnunk. Show your metal. Azt biztos nem akarom csinálni, ez egy quest.
Mert hogy ez egy rendes quest. Olyat nem akarok csinálni. Na, de ott egy végét, például azt meg lehetne csinálni. Aktiválunk egy végét, hát Mizu és Boci Junior. Éppen most itt csináljuk a questeket, amik így összegyűltek, mert mitikezi már nincs idő sajnos, hogy bemenjek. Így a raid után. Nyomtál elefert? Hoppácska. Én csak normált nyomtam. Az helyzet, hogy még kéne mennünk a normálokat. Gyakoroljunk, aztán mehetne a HC. Meg legyen a kör. A lácska nagyon nyomja az ásást. 1, 2, 3. Na, megyünk tovább. Ugye nézem, hogy merre kell menni. Aha, például oda. Az iskrásokhoz, olyan küldit kaptunk. Aha, és akkor ott van még egy végét. Before me. Come back for soup. Ah, a new face. Kapcsolatot kell teremtenünk az Uktulu Taskerakkal. We'll remember you. A new subscriber arrives. It fills you with determination. If you're after goods, I have plenty. Szia, Eivor. Szia. Van Hungary Power, köszi szépen a támogatásodat, üdvén Máron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Köszi a támogatást. Sáncok, nyugodtan pergethetitek a szvegeket. Ha. Jó, tehát oda kell most mennünk. Iskara needs fish. I hear the Korok Gleamlet has a boat able to tackle the river. Hop on and catch us some dinner. The beauty of the Azure Span must be shared with my fans and others around the world. Wolfrén szeretné, hogyha katalogizálnánk. Ne haragudj, de most erre nem érünk rá, Wolfred.
kicsit lejjebb. Na, még egy végét. Van itt valaki, akit le lehetne csapni. Még öt lecsapjuk, hogyha tudjuk. Szerintem ő lesz a World Boss. The Primalists are preparing to attack the temporal conflux. We must not allow them to gain access to the time portal. Disable their elemental portals. They are using them to empower a monster that is to be unleashed upon us. Itt vannak valahol azok a cuccok, amik... The storm has made the valley bitterly cold. Jól jönnek. Find ways to stay warm lest you freeze. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Köszi szépen neked is a támogatásodat. Köszi szépen, srácok. Köszi, köszi. Na szóval, igen, az az egyik. Igen, az az egyik. És van olyanunk, hogy field... Nincs. Jó, akkor azt fogjuk tudni nyomni. Ja, de olyan kéne. Jó, akkor tőle veszünk ilyet. Köszi szépen a pergetést, köszi szépen. The beast ahead will threaten all who enter Thraldrassus. Ja, már megy. If not stopped, aid us in this fight. Watch your step. Target you. Oly-oly. Watch your step. De srác bejoinolt a raidbe, azt itt állt egy kicsit. Jaj, tényleg közben meg lehetne nézni, hogy mi van az Epic-en. Epic Game Store. Watch your step. Fallout New Vegas Ultimate Edition. Hoppácska. Watch your step. This ended just as I saw it, but we are in your debt, adventurer. Ja, a Dragon Scale Expedition lépett szintet. Na hát, skacok, igazából ez alatt a kicsit több mint két óra, de nem három óra alatt
Sikerült elérnünk a célt, Szarkaretet inasba raktuk. Természetesen jó párszor ő is minket. Van még mit tanulnunk, hogyha őt még egyszer meg akarom ölni. De most már legalább innen is lehet majd kettő lootunk. Még két boss kéne megölni, és akkor azt lehet, hogy megcsinálom hétvégén, hogyha belefér. Illetve még kéne tolni 14-eseket. 14-eseket még szívesen tolnék, mert az a helyzet, hogy nyomtam egy streamen kívül, azt hiszem egy Brackenhide-ot, és amúgy a 14-esek azok simán mennek. A 16-tal túlvállaltam magam, főleg ezzel az új affix-szal. A 14-eseket fogok tudni tolni, úgyhogy abból is kéne még 4, vagy még több, hogy ugye még jobb legyen a loot. Van neked olyan 18-as? Az a helyzet, most már én megyek. Így 5-kor, 5-ig szoktam tolni csütörtökön. Úgyhogy sajnos az már nem férne belem. 6 14-est kéne nyomnom. Meg 2 boss-t. Hát nem tudom, ebből mi fog megvalósulni. De a célok megvannak. Remélem, hogy élveztétek a mai vovozást. Azért legalább az end boss-t láthattuk. Heroikon szeretném majd még ölni. Hát nyilván ahhoz párszor még le kéne mennem normára. Friss normálokat tolni. Jó csapattal. És hát igen, ezt a mythic ratinget még van hova tornászni. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, srácok. Remélem, hogy élveztétek. Jövő héten, szerdán és csütörtökön csapatjuk újra.